Itt a Pécsi Endres György utcában nyílt meg a Baranyai megyeszékhely új teátruma, amit október 5-e mutattak be a sajtó képviselőinek. Itt jelen voltak azok is, akiket majd a színpadon is láthat a közönség. Elsősorban az elmúlt 20 évben filmeket csináltam, de színházba szocializálódtam, 80-as években kezdtük el gyerekszínpadon. Az első ilyen szobaszínház előadásunkat is Debrecenben csináltuk meg 89-88-ra. És aztán én elszakadtam ettől az egész közegtől a film miatt, és eltelt 10-15 év, amikor egyedül, tulajdonképpen teljesen magamra, vagy pár magamra hagyva csináltam igazából nagy költségvetésű filmeket. És a színház meg a színészet, az úgy eltűnt az életemből, és nem éreztem a hiányát, mert nyilván lekötött az a munka, amivel foglalkoztam. De elkezdtem azt érezni, hogy a film, ezek a filmek, amiket csinálok, azon túl, hogy mondjuk lehet, hogy sikeres, vagy nem sikeres, vagy hogy jól sem, vagy én sikeresnek ítélem meg, egy óriási hiányérzetet hagy maga után, hogy nincs közvetlen kapcsolatom egyáltalán. Nincs közvetlen kapcsolatom a közönséggel, tehát én csak statisztikákat látok, nézőszámokat látok, de nem találkozom ezekkel az emberekkel. Van egy-egy közönség találkozó, itt is voltam nem sokszor Pécsen, és utána van egy beszélgetés, de azok olyan, tehát azok olyan felületes dolgok. Tehát nem látom, hogy ki a közönség. Tehát fogalmam nincs, hogy kinek csinálom ezt az egészet. És akkor az ember ugye elveszíti a hitét. Mert a kettő az együttműködik valahogy csak. Közvetlen kapcsolat a közönséggel, erre lesz lehetőség az Eszkárgó Szobaszínházban, ahol Hajdú Szabolcsék is fellépnek majd. Ennek az új játszóhelynek a története több évre nyúlik vissza, mondja az Apolló Kulturális Egyesület elnöke, akik a működtetést végzik. Ugye most már egy 20 éves történetben vagyunk benne, hiszen az egyesület maga 20 éves, a színház 15 éves, és az egykiskola is 15 éves, tehát egy hosszú folyamatot kell elképzelnünk, aminek azt lehet mondani, hogy ez az egyik állomás, egy fontos állomás. 2007-ben volt az, amikor beköltöztünk a kulturális központba, a régi Szivárvány gyermekházba, ott volt egy előadóterünk, és most pedig azt éreztük, hogy jó lenne ebből valahogy tovább lépni, vagy egy kicsikét előrébb lépni, vagy más dimenzióba helyezni a dolgokat, és nyilván körülbelül azt lehet mondani, hogy a mi előadásaink azok ezekben a közegben működnek, és nyilván saját magunknak hoztunk létre egy játékteret, és egy olyan teret, ahol mondjuk az egykiskolának a diákszínjátszói vagy a kiszenész diákja is tudnak koncertezni, és megkerestük azokat az előadásokat és azokat a partnereket, akik ebben a térben hasonlóan gondolkodnak, mint mi, hogy a személyesség, az intimitás, a párbeszéd az a színház egy fontos része. Alapvetően ugye azt lehet mondani, hogy van egy főintézmény, az Egyeset, az Apolló Kultúrás Egyeset, és van két fenntartott intézmény, az Eszkárgó hajója, színházi és nevelési szövetkezet, és az Imre Művészeti Iskola. Ez a kettő intézmény finanszírozza az egyesülettel egyet ezt a helyet. A színház az főként pályázatokból működik, az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül. Ezek főként az egyedi támogatások, tehát a TAU rendszer átalakítása kapcsán jutottunk egyébként akarvakatlan és nagyobb forráshoz, tehát ez látszik, hogy ez egy gazdagabb lehetőséget kínált. Százalékos arányban azt lehet mondani, hogy közel 50%-kal növelte a költségvetést, ami lehetővé tette azt is, hogy ez a hely legyen itt és létrejöjjön. Úgyhogy körülbelül ezek a fenntartói hátterek. A saját előadásainkon túl, amik főként ifjúság és felnőtt előadások, az évnek a díszvendége Hajdú Szabolcs lesz, és a Luther Imre. Hajdú Szabolcs a három szobaszínház előadásával lesz jelen nálunk, illetőleg két filmes bemutatója is lesz itt, hiszen ez a terem alkalmas a mozizásra is, a családi mozizásra, vagy hívjuk úgy arra, hogy egy igazi mozis élményre, és utána beszélgetésre. De jelen lesz több olyan előadás, mint például a Nézőművészeti Kft., tehát a Mucsi Zoltán Scherer Péternek az előadásai, amik szintén a közönséget szórakoztatnak, vagy olyan érdekességek, mint a Farkas Franciskának a Levél Brad Pittnek, ami nekem azért kedves, mert hogy nem csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is játsszuk. Tehát hogy ez egy fontos, hogy kicsit nyissunk az angol nyelven itt létező egyetemisták felé is, hogy legyen egy olyan hely, amit ők is szórakozási célnak tekinthetnek.
Ez magántulajdon, egyébként két nagyon kedves emberi, Babacsony András és Villányi Gáboré, tőlük béreljük ezt a helyet, akik szintén ilyen kultúra szerető emberek, tehát ez két éves folyamat volt. Tehát Pécsen találni egy helyet, ami alkalmas, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy, és nyilván úgy, hogy ezért vannak anyagi lehetőségek, és vannak fizikális kritériumok, aminek meg kell felelni egy ilyen térnek. Szóval kettő így együtt állt össze, de ez egy hosszú folyamat volt, és hát tavalyi év augusztusában kezdtük ezt a helyet építeni, tehát akkor vettük bérbe, tehát egy év volt, mire itt minden elkészült, mert nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt jön a mesterember és mindent megcsinál egy nagyipari cég, hanem nagyon sok dolgot mi magunk készítettünk ebbe a térbe. Az 50 fő befogadására alkalmas szobaszínház október 22-én várja először az érdeklődőket. Céljuk, hogy a bensőséges térben közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget. A tervek szerint a színház mellett zenei és filmes események, valamint iskolai programok is lesznek az új térben.